Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje. Ez a videó egy személyes jóslás Aminada számára. Kedves Aminada, köszöntelek téged ezen a videón. Arról van szó, hogy te megismerkedtél valakivel a Facebookon keresztül. Ez a férfi külföldön él, és mondja, hogy orvos, szeretne hozzád jönni, és pénzt kér. Minden esetben, amikor pénzről van szó, kell, hogy óvatosak legyünk. Ha ő jönni akar, akkor jön pénz nélkül is. Tehát vigyázz nagyon vele, tartsd a kapcsolatot, de kérlek, ne küldjél neki pénzt. Akkor is, ha az igazságot mondja. Ez az ő feladata, hogy azt a pénzt, ami az utazáshoz szükséges, kell, hogy ő előteremtse. Ez nem a te feladatod. Most megnézzük ennél a jóslásnál, hogy mik az érzelmei, gondolatai, és mi vár rád. A szerelem kertje. Ebben a parkban van egy hölgy, és az téged mutat. És ez az úr szimbolizálja őt. A te érzelmeidet mutatja ez a kártya. Ez a gyűrű arra utal, hogy te szeretnél egy komoly párkapcsolatba belépni. Azt is, hogy te úgy érzed, hogy te ezzel a férfival lelkileg összekötve vagy. A gyűrű azt is mutathatja, hogy valaki visszatér az életedbe. Az lehet egy kármikus kapcsolat is. Most betekintünk az ő érzelmeibe. Ez a hölgy téged mutat, és a leveleket. Ő nagyon örül annak, ha te élsz. Én még úgy is mondanám, ő várja ezt a hírt. Most megnézzük a gondolataitokat. Mi a gondolatod? Vagy mire kellene, hogy gondoljál, te itt állsz a középpontban. Ne erre a férfira gondolj. Nem ő áll a középpontban, hanem te. Te kell, hogy boldog legyél, vagy vele, vagy nélküle. Ha ő nem az igazi, akkor jön egy másik. Ez a fontos, hogy legyél magabiztos, és gondolj magadra. Mik az ő gondolatai, ezt mutatja ez a kutya, és a szimbolizálja a hűséget és a barátságot. Ő úgy gondolja, hogy először barátilag közeledik hozzád, hogy te megbízzál benne, és megbíz az ő hűségébe. Lehet az is, hogy ő nagyon hűséges, és sokat gondol rád barátilag is. És most megtekintjük azt, hogy mi van a háttérben. Vagy mik a titkok, mi fog következni a jövőben. A nap rád vonatkozik. Ez a nap a te kisugárzásod, és mások ezt tekintik is. Te vagy a középpontban. Ez a nap mutatja a nyári hónapokat is. A nyár folyamán lesz egy párkapcsolatod. Ezt hagyjuk még nyitva. Lehet, hogy ez a férfi jön a nyár folyamán,
és fogsz vele találkozni, de visszatérve az anyagiakra, ne küldj neki pénzt. Akkor nem is leszel csalódott. Vigyázz magadra, és vigyázz az anyagiakra. Te nem ismered őt személyesen, és ezért ne küldj neki pénzt. Az más dolog, ha összejöttök, és kialakul egy barátság, vagy egy kapcsolat, az egy egészen más helyzet. Most megtekintjük, hogy mi van az ő hátterében, milyen titkok, vagy mi történik az ő életében később, amit még nem tud. Ezt mutatja itt a hold. A hold szimbolizálja az érzelmeket. Tehát ő nagyon-nagyon érzékeny. Azt is jelentheti ez a hold ezen a kártyán, hogy ő neki megvannak az elképzelései. És ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy ő szeretné, akkor visszahúzódik. Milyen lépéseket tegyél az irányába, ezt mutatja ez a fa. Amikor te biztos vagy abban, hogy itt legyökereztél, és ő a te párod, akkor az számodra egy kedvező érzés, és tehetsz lépéseket, megbízhatsz benne, de ez idő kérdése. És mit fog ő tenni, ezt mutatja itt ez a felhő. Minden olyan bórus jelen pillanatban, és nem tudsz átlátni rajta, mert ő nem nyitottan beszél arról, amit közölni kellene veled, az igazságot, vagy hogyan él, milyen körülmények között él, ez olyan átláthatatlan. Erre utalnak a könyvek is. Neki megvannak a titkai, és te nem látsz bele, mert ő nem mondja neked a valóságot. Én nem hiszem, hogy ő bűnöző, de nem játszik nyitott kártyákkal. Szerintem azért nem, mert fél attól, hogy te találsz valaki mást, aki neked szimpatikusabb. A felhő egy időkártya, és jelent fél évet. Kell ez az idő, hogy jobban kiismerd őt. Fél év múlva kiderül az igazság. Ezek a könyvek jelenthetik azt is, hogy tudása van, és jelentheti azt is, hogy te kinyitod ezeket a könyveket, átlátsz rajta, és meg fogod tudni a valóságot. Most felteszem a kérdést. Hazudik neked? Igen, nem, vagy kicsit szépít a dolgokon? Amennyiben az inga jobb oldalra fordul ki, az annyit jelent, igen, ő becsap téged. Amennyiben az inga bal oldalra fordul ki, az annyit jelent, nem, ő mondja a valóságot, tehát megbízhatsz benne. Amennyiben az inga megáll, az azt jelenti, hogy ő nem bűnöző, de szépítgeti kicsit a dolgokat. Megbízhatsz benne, hazudik, igen, nem, vagy csak szépítget valamit. Az inga megállt, és ez arra utal, hogy ő nem olyan hazudós, viszont megpróbál egy kicsit szépítgetni a dolgokon. Most áttérünk az asztrológia területére, mégpedig az indiai asztrológia szerint,
Hozzá kell tennem, hogy az indiai asztrológusok másképp számolják ki a horoszkópot. De ez egy nagyon precíz számítás, összehasonlíthatjátok azzal, ahogy az asztronómusok is ezt kiszámolják. Ami az ő horoszkópját illeti, ő nagyon a föld eleméhez tartozik. Tehát ő nem álmodozó, hanem a tettek embere. De érdeklik az anyagiak is. Ő egy új hold napján született a szüzek jegyében. Ez annyit jelent, hogy az ő napja és holdja a szüzek jegyében áll. Ez az új hold is jelent valamit. Ő nagyon visszahúzódó. Vagy, amikor választásokra kerül a sor, döntésekre, akkor ő nagyon eltöpreng a dolgokon. Kell hozzá idő. Nem csak a nap és a hold van a szűz jegyében, hanem Merkur bolygó és Vénusz bolygó is. Merkur mutatja az ő tudását, az intelligenciáját, azt is, hogy hogy mind tervez, hogyan teszi a lépéseit, és hogy milyen módon közeledik másokhoz, és a kommunikációt. A szűz jegye nagyon előnyös Merkur számára, ez utalhat mély tudásra, arra is, hogy nagyon jók a gondolatai és a döntései. Az egyetlen hátrány az, ha ő másokkal szemben nagyon kritikus. Gyakran magával szemben is, és keresi a hibát magában. Ez is előfordulhat. A Vénusz bolygó is a Jungfrau jegyében áll, ez mutatja azt a hölgyet, amit ő szeretne. Ez nem jelenti azt, hogy a hölgy a Jungfrau jegyében kell, hogy szülessen, de ő keresi ezeket a tulajdonságokat, és ez természetesen befolyásolja a párkapcsolatot. Ő kíván egy hölgyet, aki okos, okos döntéseket hoz, akinek az élete rendben van, szereti a tisztaságot, gondoskodik mindenről, és szerény, inkább visszahúzódó, és előny az is, ha az egészségügyi területen dolgozik, vagy ez iránt érdeklődik. Amennyiben megtekintem az elemeket az ő horoszkópjában, akkor látom itt, hogy a víz eleme hiányzik. Nem kell megijedni, hogy nála a víz eleme hiányzik, ez előfordul gyakran a horoszkópokban. Ez arra utal, hogy ezt másoktól kapja meg. A víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Ő nem tud az érzelmeiről nyitottan beszélni, viszont vannak elvárásai, és ő hallani akarja, hogy mások az érzelmekről beszélnek, és nyitottak vele szemben. A szerelem terén a párkapcsolatokban nagy szerepe van Mars bolygónak. Ez a férfiasságot mutatja. Az ő horoszkópjában a Mars bolygó az ikrek jegyében áll.
Ez a levegő eleme. Tehát ő nyújtja a könnyűséget. Ez, amit te elvárhatsz tőle. Azon kívül az ő intelligenciájára utal. De arra is, hogy neki kell, hogy legyen egy szabad területe, mert az adja neki a levegőt. A te horoszkópodban kicsit hiányzik ez a levegő hatalma, ez a levegős elem. Ugyanis a te horoszkópodban a felfele tartó holdcsomó a levegő elemében van, a mérleg jegyében. Ez a holdcsomó egy kármikus csomó, és mutatja azt az utat, amit a te lelked kiválasztott, mert neked ez hiányzik, és ez a férfi neked ezt tükrözi. Ez a felfelé mozgó holdcsomó, ez a kármikus csomó, amit az indiai asztrológusok Ráhunak neveznek, mutat számodra egy utat, amit te nem ismersz, de kell, hogy ezen az úton menjél, mert pontosan itt kapod meg az élettapasztalataidat, vagy itt kell, hogy tanulj valamit. Ez a levegő eleme azt is mutatja, mennyire fontos mindazoktól elválni, amit téged zavar. Ezek lehetnek gondolatok, vagy félelmek, vagy kapcsolatok, vagy egy hely, ahol élsz, azon valamit változtatni. Ami még a levegő hatalmát illeti, ez a könnyűség és a szabadság szeretete. Érdekes megemlíteni azt is, hogy az ő horoszkópjában a lefele tartó holdcsomó, amit az indiai asztrológusok Ketunak neveznek, a vízöntő jegyében áll. A vízöntő a levegő eleméhez tartozik, és ez a lefelé mozgó holdcsomó mutatja a múltat, azt, amit ő átélt a korábbi életében, és ez a levegő eleméhez tartozik. Tehát nála ez nagyon dominál. Ugyanúgy, mint ahogy a föld eleme is, mert az ő horoszkópjában, a föld elemében van a nap, a hold, Merkur és Vénusz bolygója. Ami nála hiányzik, az a víz eleme, ezt én említettem is. A te horoszkópodban Mars bolygója és Szaturnus a víz elemében áll, tehát te is tükrözöl neki valamit, mégpedig pontosan azt, ami a te elvárásod egy férfival kapcsolatban. Mert Mars bolygó nem csak a te erődet mutatja, hanem azt is, hogy mit vársz el te egy férfitől, hogy képzeled el a párkapcsolatod, mi az, amit te szeretnél kapni, és a víz eleménél ez az érzéseket mutatja. A te horoszkópodban a Mars bolygó a Skorpión jegyében áll. Ez nem csak az érzésekre utal, hanem a titkokra is, és a Skorpión kihat
a testi kapcsolatra is. A te horoszkópodban ez a Mars energia a Skorpión jegyében az ötös életházban áll. Ez az ötös életház a gyermekkort mutatja, vagy a te gyermekeidet, unokáidat. Nem csak ezt, hanem az élet örömöt. És pontosan itt van valami nálad, amit tanulnod kell. Ez nem a Mars energiája, hanem a Szaturnus bolygó mutatja ezt neked. Szaturnus kihat a sorsunkra, őrzi a kármát és tanít bennünket. A te horoszkópodban ez a Szaturnus bolygó szintén a Skorpión jegyében áll, és az ötödik életházban. Ez utal arra is, hogy a gyermekkorodban, vagy a fiatal években nagyon szigorúak voltak a szüleid, nagyszüleid, vagy a felnőttek veled kapcsolatban. Te nem szabadott, hogy te élvezd az életet. Sok minden megvolt annak idején tiltva neked. És most felnőtt korban kell, hogy ezt megtanuljad. A párkapcsolat, mint téma, a hetes életházban található. A te horoszkópodban itt a bak jegye van, és benne a te holdad és Vénusz bolygója. Mindkettő a nőiességre utal, de egy kicsit másképp. A hold kihat az érzelmi világodra, és mutatja a lelki kapcsolatot, azon kívül az anyai érzéseket. Vénusz bolygója pedig kihat a szerelemre, mutatja a külsődet, ahogy öltözöl, a frizurádat, a sminkedet, de a kisugárzásodat is, a nőies kisugárzásodat. A bak jegye egy kicsit konzervatikus, viszont nagyon mélyek az érzései. És ami a párkapcsolatot illeti, a fiatal korban nem egyszerű. Ott vannak nehézségek. Viszont később, a második élet felében nagyon jó hatással van, mert segít abban, hogy a párkapcsolat az úgy kialakuljon, hogy te biztonságban érezd magad. A bak jegye felett Szaturnus bolygó uralkodik. Úgy is mondhatnám, hogy Szaturnus bolygó itt otthon érzi magát. A bolygók mozognak és kihatnak a sorsunkra. Jelen pillanatban itt mozog Szaturnus bolygó a kos jegyében, az indiai számítás szerint. Ebben az évben és jövőre is, tehát kihat a sorsodra a szerelmi életed területén, és segít abban, hogy megtaláljad a társadat, aki pontosan hozzád való, a lelki társadat. Lehet, hogy ez alatt, az idő alatt kell, hogy tanulj valamit. Viszont az az eredmény, hogy ez alatt, az idő alatt megtaláljad a párodat,
De én inkább úgy mondanám, ő kell, hogy megtaláljon téged. A te feladatod pedig, hogy bízzál benne. És félelmek nélkül. Nem csak Szaturnusz bolygó mozog most a hetedik életházadban, hanem Plutó is, és közeledik Jupiter bolygó és Mars bolygó. Tehát sok minden fog itt történni Jupiter szerencsét hoz. A Mars bolygó jelentheti ezt a férfit, és Plutó arra utal, hogy milyen fontos, hogy erre koncentráljál. Ez a fókusz jelen pillanatban. És bízzál a belső erődben. Ez a te kisugárzásod. És ezáltal reszkésben vagy azzal a férfival, akit a jó Isten neked szánt. Mégpedig most és a közeljövőben. És erről gondoskodik a Szaturnusz bolygó jelenlegi mozgása a hetedik életházadban, ami a párkapcsolatra utal. Amit még említeni szeretnék, hogy az indiai asztrológia szerint a nyilasok jegyében születtél, és a te lagnád vagy aszcendentusod a rák jegyében áll. Kedves Aminara, köszönöm, hogy megbíztál bennem, és kívánok neked minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!